Itt vagyok Gyulán várfürdőnél, a gyönyörű felújított nimfa szobornál. Szabó Jánő alkotását 2007-ben állították fel, és azóta sajnos évekkel ezelőtt már megrongálódott, a bal karja letört vagy letörték, és most egy kiváló szobrász, Szőke Sándor múlt hónapban felújította. Hát most azért jöttem ide lefényképezni és lefilmezni, mivel évek óta, ha erre jártam, mindig elfogott a szomorúság, hogy itt eszi az enyészet, és nem kerül kijavításra, felújításra. És nem is olyan régen örömmel olvastam a Gyulai Hírlapban és a Gyulai TV-nél a művésszel, aki restaurálta, éppen a munkálatok alatt volt, és most kijöttem megnézni, hogy milyen lett a felújított nimfa szobor. Hát gyönyörű, azt nem tudom, hogy eredetibe milyen lehetett legelőször, mikor felállították, mert akkor még nem laktam Gyulán, csak 2012. december óta, és akkor már ugye hát bizonyos idő romboló nyomai már látszottak rajta. És amikor a letört karját megláttam évekkel ezelőtt, igazából akkor fogott el a szomorúság. És most azért látom, hogy gyönyörűen kijavította a művész, a Szőke Sándor, és hát remélem egy darabig jó állapotban marad. Gyönyörű egyébként egy eredeti fa, ami itt állt valamikor, abból lett kifaragva. Tehát ez nem valahol elkészült, hanem itt helybe faragták ki annak idején. Gondolom, mert a leírás szerint itt nőtt ez a fa, amiből lett ez a gyönyörű alkotás. Azok, akik majd esetleg erre járnak, kirándulók, mennek a fürdőbe, pár percet szakítsanak arra, hogy megtekintsék közelebbről, már gyönyörűséges. Körbejárom, már szokásom, ha műalkotásokat fényképezek, filmezek, akkor körbejárom mindig. Nem éppen legjobb, amikor tüzön süt a nap, de hát most volt időm erre járni. Inkább kedvez a filmezésnek, meg a fényképezésnek is, amikor egy kicsit nem fénylik annyira, nem ragyog rá a nap, meg nincs szembe. De hát most volt időm arra, hogy egy kicsit körülnézzek. Gyönyörű lett. Gratulálok a szobrászművésznek. Egyrészt, aki megalkotta, másrészt, aki most restaurálta.